Sziasztok, Vicuska vagyok. Elérkeztünk a 150. leckéhez, fogadjátok szeretettel. Ez különleges lecke lesz, mégpedig egy animált gif, mozogni fog a szöveg, és hát ha még akarjuk, akkor a virág is. Veszünk egy lapot, 800-600-asat elhúkézzük. Befestjük a számítógépünkön, ugye itt be van jelölve a minta, kivesszük a pipát is. Egy zöldet már előre elkészítettem, beöntjük, utána pedig réteg új üres, és akkor most bejelöljük a mintát. A mintát kiválasztjuk a számítógépünkről. Elmondom nektek, háromféle arannyal fogunk dolgozni, 1, 2, 3, tehát 1, 2, és itt a harmadik arany, most az egyes mintával öntjük be. Amikor beöntöttük, akkor letesszük a bödönt. Szűrők, fotomaszk, és akkor itt egy maszkocska kétféleképpen lehet megcsinálni, hát én a zöldebbet választom, és oké. Egyesítés minden réteggel, utána szűrők, domborítás. Hát, ezzel el is készültünk az alappal. Most pedig egy szép effektet fogunk készíteni, nem ezzel, hanem ezzel. Hát ugye, mivel halottak napja lesz, minden szentek, azért a krizantént választottam. Megyek a szűrőkre, a torzításra és a csavarásra. A csavaráson belül balra van a pipa, és egy 10-es intenzitás, oké. Amikor ezzel készen vagy, akkor szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. És akkor itt megkaptad ezt a gyönyörű krizantinos képet. Így is maradhatna, így is nagyon szép lenne, de nem így hagyjuk, hanem felső rétegen állunk, jobb gomb, szabad átalakítás, 50%. Lekicsinyítjük 50%-ra, oké. És amikor ezzel készen vagyok, akkor egy 90 fokos fordulattal megpördítjük. Egy réteg megkettőz, felső rétegen állunk, réteg megkettőz. Egy vízszintes tükröződéssel átdobjuk, és összepasszítjuk. Úgy is össze lehet passzintani, hogy közelebb viszik, úgy is, hogy kijebb. Hogyha kijebb visszük, akkor a szerencsésebb lesz, mivel majd megmondom, hogy miért. Jobb gomb, egyesítés az előző réteggel. Azért jobb, mert ide, ebbe a kis keretbe, vagy a köröcskébe, vagy elipszisbe, vagy nem tudom mibe, szeretnénk írni egy verset, és hogyha bejebb vittük volna a krizantint, akkor már beleírt volna. Tehát ez így nagyon jó lesz, ahogy így van. Na most fogjuk, és akkor próbáljuk ezt egy kicsit feljebb vinni. Hát azért, hogy látszódjon is, tehát próbáljuk úgy, hogy látszódjon is a krizantinocskánk, és akkor réteg megkettőz. Megnézzük, hogy néz ki. Egy függőleges tükrözéssel átdobjuk, és akkor fogjuk, ide passzítjuk. Hát az az igazság, hogy ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó, egy picit össze kellene húznunk. Ugyanis ezt egy kicsit kitörölöm, tehát a felső rétegen vagyunk, itt a felső rétegen vagyunk, ezt megfordítottam, és most azt csinálom, hogy fogom torzítás, mivel úgy láttam, hogy úgy nem jó, tehát torzítás, és felhúzom körülbelül közepéig, és akkor rögzítés, tehát az egyes effektet, és akkor így benne lesz már mind, és akkor körülbelül így felhúzzuk idáig. És akkor még itt is lesz egy kis hézak, ide is lehet esetleg pakolni valamit. Hát mondjuk így ennyire felhúzzuk. Na most réteg megkettőz. Tehát láttuk, hogyha valami nem stimmel, akkor visszalépünk, és töröljük. Függőleges tükröződéssel átdobjuk, és próbáljuk ezt megoldani, ezt a helyzetet úgy, hogy nézzük ugye, hogy hol van a vége. Itt van a vége. Itt összepasszintjuk. Itt úgy passzintjuk össze.
hogy nem úgy, hogy így, mert akkor még kicsinyítenünk kellene, hanem rávisszük. Rávisszük, és ez a szempont legyen előttetek itt ez. Ez meg ez, tehát az alsót a felsőre rávisszük, vagy fordítva is lehet, akkor pedig így lehúzod, mindegy. Ahogyan neked jobban tetszik, tehát mindegy. Csak az a lényeg, hogy ez a kis ellipszisecske maradjon ki. Na most utána egyesítem a két réteget, egyesítés az előző réteggel, szűrők, domborítás, mérséget. Kétszer megdomborítjuk ezt a krizantémumot. Akkor így hát nagyon szép lesz, látom már így is eléggé szép, és akkor fogom, most egyesítés az előző réteggel, ezt kikattintom, mert ez már nem kell, réteg, egyesítés az előző réteggel. És akkor, hogyha nekem is úgy tetszik, akkor mondjuk poligonnal, nem poligonnal, hanem klónozóval teszek ide egy krizantinumot. Nyugodtan tudok oda tenni, mondjuk ezt is itt. Ezt is oda tudom tenni, tehát CTRL gomb lenyomva tartva, vagy melyiket választjuk? Hát válasszátok ti ki magatoknak, és akkor így jó lesz. Tehát CTRL gomb lenyomva tartva, és a bal gomb, és akkor ezt ide nyomod, hogy ne látszódjon ilyen csúnyán. Tehát próbálod beilleszteni, így. Hát, nem valami szép. Megmondom, miért? Azért, mert a sugár. Tehát ez nem valami szép lett. Még egyszer megcsinálom, tehát visszamegyek. Visszamegyek, még egyszer megcsinálom, mert nem lett valami szép. Lehet, hogy vissza se tudok már menni. Tehát még egyszer CTRL gomb lenyomva tartva, és a bal gomb. És akkor itt a nyomást kivisszük a szélére, és ugye rögzített. Na, ez már egy kicsit, mintha jobb lenne. Így. Hát ezt így megcsináljuk. Csinálunk ide egy kis krizanténocskát. Mondjuk ezt már nem tudjuk domborítani. Na most, következőt leteszed a klónozót. Leteszed a klónozót, kép, külső keret. Adunk neki egy keretet, egy hármas külső keret, és kiválasztjuk itt a mintából az egyes aranyunkat. Az egyes aranyunk pedig itt van az asztalon, valahol itt van. Megnyitás, és oké. Hát, vagy hogyha nem klónozod ezt itt, akkor rakadsz ide még esetleg egy másik krizantént. Na most a következőt teszed végeredményben, most már majdnem készen vagyunk a leckével, vagyis a képpel, de behelyezzük a gyertyát, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Tehát beillesztjük a gyertyát, mégpedig megfordítom. Azért fordítom meg, ide is tehetném, így, azért fordítom meg, mindegy, hova tesszük, mert ide egy vers következik, és a vers szeretném, hogyha látszódna. Tehát adok neki egy kis árnyékot, réteg, beállítások, árnyék. Oké, és egyesítés az előző réteggel, vagyis egyesít minden réteget. Hát kaptunk egy nagyon szép képet. Ezt megháromszorozzuk, lecsukunk mindent most már. Nem lesz szükség rá, réteg megkettőz. Most az a lényeg, hogy nem mozduljon el a képünk, és nem mozduljonak el a betűk a helyéről. Három képünk van, három aranyat fogunk használni, a egyesre az egyes aranyat, kettesre a kettes aranyat, hármasra a hármas aranyat. Tehát úgy figyeljetek. Tehát először elkészítjük az egyes aranyat. Minden, becsukjuk a kettőt. Tehát első aranyat készítjük, itt van a kis versikénk, ezt kimásoljuk. Kimásoljuk a versikénket. Másolás.
és akkor megyek a T betűre, és ezt itt szépen beillesztem. Mondjuk. Igen, beillesztem, beillesztés, és amikor beillesztettem, látjátok, ezt nem jól csinálja, mert így nem jól csinálta, és akkor egy 18-asat veszünk, mindig a vers az mindig 18-as lesz. Na most, tehát azt mondtuk, hogy az első kép az egyes arany. Tehát itt most csak az egyes arannyal dolgozunk, hatások, megkeressük a kitöltő mintázatban van a pipa, és megkeressük az egyes aranyot. Ez a hármas, ez nem jó, tehát az egyes, és oké. És akkor ugye, igen, itt van. És akkor megnézzük, hogy hova is, hova helyezkedett el, ugye a vers jobb gomb, tehát ide a T betűre kattintunk jobb gombbal, kézi beállítások, és megnézzük, hogy kézi pozíció 225, 235, és oké. És ezt felírjuk magunknak. Ide. 225, 235. Ezt itt felírtam magamnak, ez a vers. Egyesítés az előző réteggel, most pedig következőt teszed, ráírod a nevedet, ezt a verset addig innen kitöröljük. Vicuska. Igen, és oké. Okay. És akkor, ez nem jó itt, azért nem lett jó, mert a vicuskát 12-essel készítjük, tehát ne felejtsétek el. A vers 18-as, a vicuska 12-es. És akkor most, jaj, hova ment már ez megint? Az egyes képpel dolgozunk, tehát az egyes kép fölött kell, hogy legyen a betű. Na most az az igazság, hogy megnézzük, hogy itt nekünk, tehát minden nyitva van, csak az nincs, ami kell, hogy itt nekünk a vicuska 375x416-os. Nem megyünk ide, nem mozdítjuk meg jobb gomb, 375 kézi beállítások, 375x416. 375x416. Igen, mert hogyha megmozdítjuk, látjátok, oda ment, most egyesítjük a rétegeket, egyesít az előző rétege. Mert ha megmozdítjuk, elmozdul a kép, már nem is ott van, ahol kell lennie. És még egy dolgot csinálunk, a vicuska tutoriált. Kettőt nyomunk. Vicuska tutoriál. És oké, most ezt is megnézzük, hogy hova tesszük, mégpedig ez a 332-192 jobb gomb, kézi beállítások, 332-192. Jó, és oda ugrik a helyére, ahova kell, és egyesítés az előző réteggel. Mit is csináltunk? Azt csináltuk, hogy most ide beírtuk a verset, meghatároztuk a helyét kézi beállítással, ugye? Meghatároztuk a vicuska tutoriának a helyét, a vicuskának a helyét kézi beállítással, és az egyes aranyat használtuk. Most még van egy kis dolgunk, ezzel a képpel, mégpedig len a gyertyát poligonnal körülrajzoljuk, mert meglátjátok, hogy egy kicsit meg fogjuk itt zajosítani, és hát nagyon szép lesz, mégpedig szűrők, zaj, zajosítás. Nem a 150-re, hanem mondjuk a 120-ra húzzuk a intenzitást az első képnél. Oké.
És megyünk a második képünkre. A második képünknél megint bejelöljük. Így bejelöljük. Ugyanúgy bejelölt, szépen mész végig. Szűrők, zaj, zajosítás. Na most itt az a lényeg a zajosításnál, hogy itt is három módszer van. Tehát az első az az intenzitás 120-as oké. Most pedig csinálunk egy kört. Kijelölő pálcika, a köröcske és a virágoknál csinálunk egy kört. A virágnak a sárga közepébe szűrők, zaj, zajosítás. Szintén a 120-assal. Odébb visszük egy kicsit. Szűrők, zaj, zajosítás, oké. Szűrők, zaj, zajosítás, oké. Akkor lent is csinálunk. Hát ti annyit készítetek, amennyit akartok, de én itt a videóban nem tudok. Tehát egy párat készítek, és akkor ti majd otthon bármennyit készítettek rá. Én ennyit készítettem, és akkor úgy érzem, hogy az első képemmel el is készültem. Tehát az egyes aranyat használtam az első képemnél, és meghatároztam a helyét mindegyiknek, kézi beállítással. Zajosítottam a gyertyát és a virágot egy 120-as intenzitással. Na most ezt bezárom, mert kész vagyok. A következő képet megnyitom. A következő képpel ugyanezt teszem. Most először benne van ugye ebbe a vicuska tutoriál. Most a kettes aranyat használom, tehát a hatás, tehát most nem megyek ki belőle, mert fölösleges mást írni, viszont a kettes aranyat felváltom, asztal, megkeresem a kettes aranyamat, ez ugye a hármas, tehát a kettes aranyam, és oké. Okay. Megkeresem, nem csinálok vele semmit, mert hogyha hozzáérek, hát ha elmozdul az alsó kép. Megkeresem, hogy a vicuska tutoriál hányos. A vicuska tutoriál 3x192, tehát jobb gomba betűre, kézi beállítások, 3x32 pozíció, 3x32, 192. Igen, és akkor oké, ez lesz a vicuska tutoriál, egyesítés az előző réteggel. Most a vicuskát helyezzük el, kihúzzuk a tutoriált. Ennek a helye, és ez is ugye 12-es méret, a kettes arany az már be van jelölve, tehát azért nem kell félni, már a kettes arany itt van bejelölve, és oké. Okay. És akkor megkeressük a vicuska helyét, tehát itt nem húzkodjuk, hanem megkeressük, ez lesz a vicuska, tehát ez a vers, ez a vicuska tutoriál, ez pedig a vicuska. 375-416, tehát jobb gomb, kézi beállítások. Itt is bejelöljük, már nem tudom, 375-416. 375-416. És oda megy magától a helyére, látjátok, és egyesítés az előző réteggel. Igen. És most jön a versünk, versecskénk, bejelölöd magadnak a verset, másolás, és akkor ugye kettes arany van benne, még mindig a kettes arany van benne. Beillesztés, és akkor oké, de nem is jó, mert a 18-asra kell váltani, ugyanis a vers a 18-as, és oké. Okay. Na most meghatározzuk a versnek is ugye a helyét, megnézzük. 225-235, jobb gomb, na már megint itt van fönt, pedig a kettes arannyal dolgozunk, jobb gomb. Kézi beállítások, 225-235, 225-235, ez jó sikerült, azt hiszem. Mert ott van a helyén, ahol kell. Oké. Okay. És akkor egyesítés az előző réteggel. Itt kész van a betű, a kettes arannyal. Mindegyik betű. Most a gyertyát készítjük el a zajosítással.
Jó, szűrők, zaj, zajosítás. Annyi különbség van az elsőhöz viszonyítva, hogy egy kicsit így a közepére húzzuk, mondjuk a 135-re, és oké. És következőt. Szűrők, zaj, zajosítás, és oké. Most a kört jelöljük ki, és a virágokat, ugye ugyanúgy, mint az előbb, csak annyi különbség van, zaj, zajosítás, hogy 135-re húztuk a csúszkát. Oké. Most ezt a kis köröcskét egy kicsit, hát lehet, hogy készítek egy újat. Szűrők, zaj, zajosítás, oké, de alulra is lehet nagyobbat is. Szűrők, zaj, zajosítás, oké, és ide is csinálunk egyet, ide oldalra. Szűrők, zaj, zajosítás, és oké. Hát és azt hiszem, hogy ezzel el is készültünk a második képünkkel. A második képünk miről is szólt? A kettes aranyról. És a kézi beállításoknál behelyeztük a helyére a verset és a tutoriált. Most becsukom, látható? Kinyitom a harmadikat. Jobb gomb látható. Megnézzük, mi van benne. A vers van benne, a hatásoknál beállítom a hármas aranyra. Asztal, hármas arany, itt van, megnyitás, és akkor itt a feliratnál a 18-as. Jó, oké, megnézzük a helyét, jobb gomb, kézi beállítások, 225, 235, oké, ez jó lesz. Egyesítés az előző réteggel. Most a vicuska tutoriál következik. És megné, oké, itt ez 12-es, ne felejtsük el. Oké, és nem bántjuk, nem csinálunk vele semmit, megnézzük a papírunkon a vicuska tutoriál helye 332-192. Jobb gomb, kézi beállítások, 332-192. Mert akkor biztos ott lesz a helyén, ahol a másik. Tehát ott is van egyesítés az előző réteggel. Most a vicuskát, vicuska, ugyanúgy 12-es, bent van a 3-as arany, oké, és akkor megnézzük a vicuskát, nem bántjuk, nem mozdítjuk itt meg, mert akkor már nem is fog sikerülni, hanem beírjuk a 375-416-ot, tehát jobb gomb, kézi beállítások 375-416. 416. Igen, és oké. Okay. És már ott is van egyesítés az előző réteggel. Jó, és akkor a vicuska tutoriál, mindegyik bent van az aranya, most következik a gyertyalángja. A gyertyalángját ugye a poligonnal készítjük, ugye itt kijelöljük, szűrők, zaj, na most a zajosítás. Most annyi különbség van, hogy kihúzzuk a szélére a hármasnál már, oké. Okay. A következőt, hát ez nem volt sikeres, megint kijelöljük, ugye, mert nem a legjobb lett. Szűrők, zaj, zajosítás, kihúzzuk a szélére, ugye ott van. Most a következő annyit változik, hogy a köröcskét jelöljük ki, és akkor a virágot berajzoljuk. Lehet nagyobb is, kisebb is. Szűrők, zaj, zajosítás, oké. És ezt elhúzhatjuk akárhova. Szűrők, zaj, zajosítás, oké. Szűrők, zaj, zajosítás, oké, próbálgassuk, húzogassuk, szűrők, zaj, zajosítás, oké, ide is húzunk egyet, szűrők, zaj, zajosítás, oké. Na most az az igazság, hogy megszüntetjük a kijelöléseket,
És végeredményben készen is van a képünk. Na most megnyitjuk a szemeket, jobb gomb látható, jobb gomb látható. Leellenőrizzük, hogy minden rajta van-e, és akkor most azt tesszük, hogy eszközök, animált GIF, 20-as késleltetés, hurok, optimalizált színskála, előnézetben megnézzük, ha minden okés volt, és mindent jól csináltunk, akkor sikeres lesz a képünk. Na már megint a vicuska tutoriál mozog. De ezt nem tudom, hogy miért mozog, de én már ezzel nem fogok változtatni. Valamit nem jól csináltam, tehát próbáljátok úgy csinálni, ahogyan elmagyaráztam, hogyha valami elmozdul, vagy például két szó közt teszel ki, akkor már ez nem is lesz jó. Tehát itt az a lényeg. Ha mondjuk két szó közt teszel, akkor már nem lesz jó. Látjátok, pedig nagyon szép lett, de nem baj. Erről szólt a lecke, tehát exportálás, ez mondjuk nem érdekes. Akkor jó a képünk, hogyha önmagában semmi nem mozog, csak villog a betű. Tehát ez itt a vicuska tutoriál nekem most nem sikerült. Valamiféleképpen lehet, hogy két hézakot szó közt kellett volna tenni ide, azért nem sikerült. Tehát nagyon-nagyon figyeljetek, mert ez nagyon nehéz. És úgy látom, hogy én is nehezen tudok megbirkózni vele. Ugyanis lehet, hogy nem figyeltem oda, nem tudom. Tehát most nem akarok visszamenni, mert ugye visszamehetnék. Nem baj, most azért elmentem így, jó? Tehát elmentem, fáj. Eszközök, animal gif, exportálás. És akkor itt elmentem mondjuk 150. Mondjuk B, GIF, mentés. És akkor most visszamegyek, megnézem a hármast, tehát becsukom a szemeket, megnézem a hármast, hogy mi történt. Megnézem a kettest. Nem tudom, valahol változás volt. Látható. Látható. Itt volt a változás. Itt volt a változás, hogyha ezzel visszamegyek, lehet, hogy sikerülni fog. Tehát két szó köz volt a tutoriál között, itt pedig len egy. Most ha visszamegyek, tehát itt, hogyha vissza tudok menni, igen, vissza tudok menni a vicuskánál. Aha, nem tudom meddig, most tudok visszamenni, tehát visszamegyek és meg fogom csinálni. Tehát még egyszer visszamegyek. Két szó köz volt. Hogyha nem csináljuk jól, akkor sajnos nem sikerül 12-es, és akkor megnézzük, hogy hol is volt. Méghozzá a vicuska 332-192. Jobb gomb, kézi beállítások, 332-192. Tehát így most látjátok a különbséget, nézzétek, és akkor egyesítés az előző réteggel, meglátjuk, hogy sikeres lesz-e. És akkor a vicuskát próbáljuk. Oké, megnézzük a vicuska hol található, tehát 375-416 jobb gomb, kézi beállítások 375-416. És 4.16.
és egyesítés az előző réteggel. Jól remélem, hogy sikeres lesz. Most kinyitjuk a szemeket, megnézzük újból. Tehát, hogyha valamit elvétesz, mert itt láttam, hogy itt két szóközt nyomtam, akkor már nem is jó. Tehát, mindenképpen eszköz, animági előnézet, megnézzük, hogy mennyit változott, hogy jó lett-e vagy sem-e. Na most pedig ez mozog, hát nagyon örülök. Nagyon örülök, nagyon. Ez sem mozoghat, a kép nem mozoghat, egyáltalán nem mozoghat. Most figyeljétek, a vicuska tutoriál meg a versek jól sikerültek, de sajnos a kép mozog, tehát az azt jelenti, hogy elmozdult a helyéből. Egyszerűen nem tudom. Tehát a kép elmozdult a helyéből. Animált gif, előnézet. Na most jó lett, most jó lett. Igen, most nagyon szép. Most fogjuk elmenteni. Tehát mire is kell figyelni? Látjátok, hogy mennyit kilóttam vele. Tehát nem mozdulhat el a helyéből, nem mozdulhat el a helyéből a kép, a három kép. Nem mozdulhatnak el a betűk, pontosan oda kell tenni, ahova való, tehát itt bejelöltem. Ugye ez a versnek a száma, az mindegy, hogy mennyi, ez a versnek a száma, ez a vicuska tutorial, ez pedig a vicuskának a száma. És hát exportálás. És akkor most már itt annyi képen van, ABC. Mentés. Tehát, hogyha megnézzük ezt a képet, akkor még egyszer elmondom nagyjából. Tehát az első az egyes arannyal készült, minden része. A második a kettes arannyal, a harmadik a hármas arannyal készült, minden része. Nagyon vigyázni kell arra, hogy a képek nem mozduljanak el. Tehát nem húzigathatod ide-oda, így például, látjátok, mert ez nincs összevonva, ez a réteg. És hogyha így húzogatod, akkor már ez már nem is lesz jó. Tehát itt láthattad, hogy nekem nem sikerült. És azért rendbe hoztam, rendbe tudtam hozni, tehát nem mozdulhat el, semmi nem mozdulhat el. A betűk sem, és hát ugye most már sikerült. Hát remélem, hogy el tudjátok készíteni, elmondom, nagyon nehéz lesz, mert én is már párszor megcsináltam, mégsem sikerült. Tehát további szép napot és jó munkát kívánok nektek. A rétegeket nem vonjuk össze, azért animált gif. Na most, hát igen, remélem, hogy el tudjátok készíteni, és további szép napot, jó munkát kívánok a leckéhez. Ha valakinek valamilyen problémája van, akkor jelezze fel, én majd írásban. Sziasztok!